A civil nap ötlete tavaly fogalmazódott meg, akkor az volt a cél, hogy a városban működő egyesületek még jobban megismerhessék egymást, és szélesebb körben is bemutatkozhassanak. Idén viszont más formában bonyolították le a rendezvényt, amelynek bár helyszíne a Mártonáron tér volt, a város különböző pontjain az önkéntesek figyelemfelkeltő akciókat szerveztek. A megnyitón Bunta Levente azt mondta, a polgármester hivatal kiemelt figyelmet fordít a civil szervezetek támogatására, ezt jól tükrözi a költségvetésben elkülönített megpályázható 1,6 millió lejes összeg is, amit a non-profit szervezetek hívhatnak le különböző területeken. A polgármester kiemelte, a civil szervezetek munkája hozzájárul ahhoz, hogy udvarhelyen jobb legyen élni. Az akcióba idén 8 szervezet kapcsolódott be, voltak, akik régi plakátokat távolítottak el, mások patakmedret tisztítottak, de voltak külön mozgássérülteknek szóló sportrendezvények, és feltérképezték, majd rendbe teszik a szemetes kukákat is. Egyébként a Mártonáron téren felállított standnál bárki felajánlhatta adója 2%-át valamely civil szervezetnek. A szervezők vallják, a civil összefogás bebizonyítja, hogy egységben az erő, ugyanis közösen sokkal többet lehet tenni a környezetért. A civil életben nincsen egy olyan fajta konkurencia, mint a gazdasági életben, ezért ha közösen dolgozunk, akkor sokkal nagyobb dolgokat tudunk megvalósítani. Oda tudunk figyelni olyan embercsoportokra, akik hátrányos helyzetben vannak, mint például a mozgássérültek, az öregek, akiknek nagyon fontos, hogy érezzék ők is, hogy fontosak számunkra, tehát hogy tegyünk értük valamit. Próbáljuk most egy kicsit élhetőbbé tenni ezt a várost, megmutatni azt, hogy vannak emberek, akiknek fontos a környezetük, hogy fontos, hogy tisztának lássák a várost, és hogy tegyenek is értene, csak mindig elégedetlenkedjenek. Egyébként a Mártonáron téren egy üzenőfalat is felállítottak a szervezők, ahová bárki felírhatta az udvarhellyel kapcsolatos észrevételeit, javaslatait.